Sziasztok! Üdvözlök mindenkit az első látásra sorozatunkban. A mai részben egy Black Ship Modeling által készített map került terítékre. A Champagne of France, vagyis hát egy francia mapról van szó. Ez egy egészen picike map, 84-85 megabyte. Mind elérhető PC-n és konzolon is. Ez is modhubos mod, tehát le fogom rakni a leírásba a letöltési linket, onnan le tudjátok tölteni, de a belső modoknál is megtalálható konzolokon, úgyhogy mindenki által letölthető. Ez egy szerintem elég picike map, ugye indítsuk el, nézzük meg, hogy a mérete mekkora. Itt azt a betyár mindenit. Tehát ugye ekkora lenne egy alap nagy térkép, hogyha teljesen ki lenne ugye töltve, de ez egy nagyon-nagyon picike. Szerintem az Old Stream Farmhoz közelít méreteiben, tehát nem igazán túl nagy map. Ez inkább ilyen, hát egy személyesnek mondanám, vagy max két személyesnek, nem tudom, hogy... Sőt, itt nagyon picike gépek vannak én szerintem, mert nem hiszem, hogy túl nagy gépekkel el lehetne férni. 40-48 föld van maximálisan? Aha, tehát itt mintha ez lenne az utolsó, ahogy nézem, az egy kaszáló. És hát ilyen kicsi, picike árak vannak, kisföldek, ugye ilyen 100 ezeret, na ez mondjuk eléri pont a 100 ezeret, 160 ezer, 200 ezer, 235 ezer, na jó, hát vannak nagyobb területek, de a legtöbb az ilyen nagyon picike, és nem is, tehát árban sem, meg területileg sem túl nagyok tényleg. No, akkor... Az állatok el vannak helyezve, ahogy nézem, tehát van marhalegelő, van sertés, ól, van birkalegelő, két marhalegelő van, azt a betyár minden itt nem semmi. És akkor van egy farmépület, meg kell lennie egy farmsírónak is, így van. Van BGA, meg állatkereskedő bolt is, stb. Sőt, három marhalegelő van. Ez nagyon a marha tenyésztésre ráment ez a map. Nézzük, hogy mit találhatunk rajta. Ugye van farmsíló 200 ezeres kapacitással, ahogy nézem. Sajnos megint a burgonyának, cukorrépának nem nagyon látok tároló kapacitás sehol, tehát valószínűleg le kell magunknak rakni, hogyha szeretnénk tárolni a dolgokat. Na, és hát így néz ki a kezdő rész. Itt kezdünk a kis tanyánkon. Van szokásosan biciklink, talicskánk, van itt egy létra is. Ja, itt lehet, igen, ez itt a garázs, itt lehet meg javítani a gépeket, vagy konfigurálni. Na nézzük meg, hogy pontosan hogy is néz itt ki a terület. Ez itt jobbra, ez lesz a birka telep. Ide kell nekik vizet hozni, ahogy nézem. Ez nyitható, igen, itt lehet szerintem megvenni őket, igen. Tehát akkor itt tudunk a tanyán birkákat venni, szerintem lehet, hogy a kaját, igen, tehát itt van a sárga-fekete felfestett, ide jön nekik a fű, és szerintem ide fogja kirakni a ajtó, nyílik, nem nyílik? Nem nyílik. Akkor viszont kívülre fogja rakni a gyapjút, amit termelnek. Valószínűleg tartom, legalábbis más helyet most itt hirtelen nem látok, ahova kipakolná. Aha, szóval így nyílik. Aha, tehát a belülről nem, innen kívülről tudjuk kinyitni, és akkor ide pakolja a gyapjút. Na, itt van egyébként a birkanyíráshoz a felszerelés, ugye ezzel lehet megnyírbálni őket. Birkanyíró olló, és akkor ez megvan. Ugye ezek lesznek a tehenek, legalábbis ez sem nyílik, ennek nyílnia kellene, mert valahol csak be kéne menni, ez az itt nyílik, jó. Na, itt van egy gomb. Ez gondolom valami világítás akar lenni, vagy nem tudom, na mindegy. Itt szerintem a kaját lehet beborítani nekik, meg aha, tehát itt ugye a szalmát, szénát, egyéb dolgokat, teljes takarmány. Ide fogja kirakni a trágyát. Valószínűleg tartom. És hogy nézem, ide be kell hozni, tehát ez ilyen félig nyitott, félig zárt, hogy van ez? Tehát a kaja
Nem ez a víz, ez az itatójuk. És ez pedig sílógödör lenne egyből itt a... Aha, töltési szint. Tehát itt egyből van kettő sílógödör, kicsike, nem nagy. Oda a gépekkel elférünk, és akkor... akkor mégis nem is nyitott, mert itt bent fognak a tehenek mászkálni. De itt be lehet jönni, szerintem. Jó, és itt meg lehet őket venni. Aha, oké. Na, tehát ez a tehenészet, és itt a... Ott járnak járművek, Jézusom. Tehát itt a tanya mellett van egy kettes föld, bár hát én nem tudom, tehát itt akkora szakadék van, hogy... Itt nagyon picike gépekkel lehet csak operálni. Tehát van itt két föld a tanya mellett. A kettes meg a hármas, de annyira picikék, hogy itt egy... Szerintem egy 6 méteresnél szélesebb kombájnal nagyon el sem férünk. Itt a hármas föld, ez is egy olyan föld, hogy ez kb. Kézzel, tehát fogok egy kaszát, és itt szépen lekaszálom az árpát, vagy nem tudom. Tehát ide nem is kellene gépek, ez annyira picike ez a map, meg a földek is. Itt minden be van táblázva, de ugye ott vége a mapnak. A francia dolgok, van itt egy pár. Na, itt van Riska. Á, nem lehet oda kimenni, tehát itt vége a mapnak. Na, itt legelésznek a tehenek. Oké. Okay. Akkor ezt megnéztük. A farm síló az itt van, ide lehet beborítani a dolgokat. És hát alapgépekkel kezdünk, ugye 100 000 euró. Semmi extrát nem kapunk, szokásos traktorokat, egy nagyon jó öreg kombányt, pick-upot, pótkocsit, súlyokat. Na és akkor itt van modos a birkalegelő, 80 darab fér bele, és a marhalegelő is modosabb, a 200 fér bele. Van itt ez a gabonasíló, ugye, van ízised, dekoráció. Házagazdaságothoz lehet aludni ezen a, ez ilyen zébetűs, alvós kis, ki lehet ülni ilyen padra. Ez valahol, mintha... Lehet, hogy nem láttam, csak úgy. Ez lenne ez a pad, itt lehetne aludni egyet? Jelenleg nem vagy fáradt. Igen, tehát akkor a ház az úgy működik, hogy nem kell bemenni a házba, hanem itt lehet alukálni, és akkor bubukálni egyet, putyukálni. Na, itt egy trakesz, ez le van pukkanva. Ott van még egy föld a... Most ezzel fogunk menni, a kis pick-up-pal. Van még egy föld az egyes, az még ott a miénk. Ez a kérdés, hogy oda, hogy itt ha átmegyünk a sílón, oda ki lehet jutni. Aha, tehát akkor ide az egyesre egyből ki lehet jönni. Ez ugyancsak egy ilyen kis falatnyi föld, tehát semmi komoly méretekkel nem rendelkezik. Ez az ajtó itt olyan? Ajtó és átjárható. Nézzük meg. Aha. Nagyon jó, tehát erre is lehet közlekedni. Na, akkor elindulunk a tanyáról, és akkor körbenézünk, hogy mi hol merre található. Nem kell nagy dolgokra számítani, tehát tényleg itt még a kapun sem férünk be egy komolyabb géppel. Merre? Menjünk el majd balra. Tehát kimegyünk itt a tanyáról, és akkor elmegyünk balra. Hát mindenfele vannak ugye kisföldek, itt sokat gyalogos. Na hát van kisbolt ugye, meg mindenféle épületek. Na nézzük, hogy milyen árak vannak. Ki van írva valami? Minden 3, 4 euró, 4,5 euró, 2 euró. Mittagstik 5 euróért. Jó, az nem tudom, mi nem tudok franciául. Na, de ott állnak szépen sorban a biciklik. Na, és hogyha erre lefele megyünk, akkor itt van is egy eladó pont. Valami itt jobbra bent. Ez a L'Art du Pain, ahol el lehet adni dolgokat. Egyébként túl sok eladó pont nincsen, ugye van kb. Ez, meg ilyen kooperatív agrikol, meg commerce, de Böstio, meg nem tudom. Szóval, na, mennyi egy gyalogos. És hogyha erre lefele megyünk, akkor elméletileg a sertéstelepre lejutunk.
Ugye itt végig vannak, hát balra van erdő, tehát aki erdészettel akar foglalkozni, az tud fákat vágni. Nem tudom, ezek a kerítések, hogy... Aha, tehát ezek nem átjárhatók, ezek a kerítések, úgyhogy itt olyan kasszával kell kasszálnunk, hogy ne akadjunk bele, meg ugye a rendsodrózás, meg stb. Tehát, hogy elférjünk a gépekkel. És itt is két erdősor között, két fasor között, itt van a 13-as föld, meg a 15, de az egybe van mondjuk, egybe lehet megvenni, aha, érdekes. Nagyon bele van, egy-két hegy az erdőbe bele van építve, úgyhogy tényleg nem, tényleg ide nagy, sőt igazság szerint az a baj, hogy nem is tudom, hogy egyáltalán sok gépből van olyan picik, amivel itt lehet boldogulni, mert ugye hát kell minden, eke, vetőgép, kombájn, mindenféle dolog, szóval lehet, hogy külön gépparkot kell ide beszerezni, itt lehet szerintem megvenni őket, nem? Nem, itt nem. Akkor ide jön nekik a pia, az biztos. Ide... Itt sem lehet venni? Nem. Ide a kaja jön, az is biztos. Itt tudjuk kivenni ugye a hígtrágyalevet. Na, jó napot kívánok! Hol lehet venni sertéseket? Akarok venni. Ez a sertés, tehát sertéshol. Akarok vásárolni sertéseket. Egyáltalán milyen ka? Aha, szóval lehet, hogy meg kell venni. Akkor viszont eladjuk a, mit tudom én, a kombányt. Meg a vágóasztalt. És akkor meg kell venni itt ezt a területet, mert szerintem... Aha, na így most már működik, jól van. Tehát itt tudjuk akkor megvenni a disznókat. Itt egy kicsit bugos, mert az ajtónyitásnál itt maradt a textúra, sőt bele is akadunk, úgyhogy az nem tudom, hogy micsoda, valami kis két pötty akar lenni. Jó, se baj, mindegy. Nem egy akkora óriási probléma, és akkor itt alul pedig ki tudunk ugye hátra jönni, és hát itt egy ilyen füves rész van, amit igazándiból semmire nem fogunk használni, mert szerintem ide külön nem fogunk lejárni, kaszálni. Kb. Ennyi a sertés telep, mehetünk is tovább. Na, akkor elmegyünk a... Itt ezen az úton átmegyünk a állatkereskedőhöz, meg oda a bolthoz, elnézünk arra. És akkor a többit pedig majd a túloldalt, meg éjszakon megnézzük, mi van még. Túl sok egyenes területet egyelőre nem láttam. Mondjuk ide talán a sertések mellé mondjuk ide le lehet tenni egy kajakeverőt. Az mondjuk belefér. Tehát ide lentre, hogyha az ember akar... Jézusom, milyen picike hidacska. Nem mondod, hogy jön forgalom, tehát itt nekünk meg kell, mert ugye a tábla azt hiszem úgy mutatta, hogy nekünk volt elsőségünk. Ja. De hát itt nem fognak nekünk elsőséget adni, ugye ezek a csáv... Ezt nem tudom, hogy oldották itt meg, hogy ilyen vékony úton forgalom van, szóval nagyon érdekes. Na jó, menjünk tovább. És folyamat... Ó, még teherautó is jön. A teherautó hogy fog azon a hídon átférni? Itt is nagy a domborzatnak az ejtése, ugye? Tehát itt is olyan kombájnnal lehet csak aratni, amivel nem akad föl a vágóasztal. Hát az a teher... És egy kicsit bemegy középre, tehát besorolnak középre, hogy a közepén menjenek a hídnak. Tehát rendesen megvan a vonalvezetés, nagyon jó. Na, hát, és akkor itt van a város része a mapnak, haha. Oké, itt meg kell adni az elsőséget, itt is hidacska van a túloldalra. Majd átnézünk, van vasút, de én szerintem itt semmiféle vonat nem jár, vagy legalábbis nem hiszem, hogy jár. Bár lehet, nem tudom. Hát, ha meglátjuk. Múltkor a egyik mapnál is nem, egész felvétel alatt nem nagyon jött a vonat, úgyhogy... Na nézzük, mik vannak itt. Hát például van itt egy temető, ahogy nézem. És lakóházak. Meg itt van... Ott a vonat. Na, ott megy a vonat. Lezárt a sorompó.
nem látom. Egy ilyen kék, hát majdnem úgy néz ki, mint nálunk ugye a metró, a kettes metró azt hiszem. Vagy a hármas, nem is tudom. A hármas volt, de szerintem a sorompót, mint nem láttam volna lecsukolni. Na mindegy, lehet, hogy csak ilyen díszítő elem. Itt ez épület, de szerintem ez nem nyílik, de nyílik. Ide be lehet rakni gépeket. Aha, itt is van hátul egy ilyen kaszáló szerűség, meg egy 14-es föld, de itt az egyben van, tehát igen, itt ezek már nagyon-nagyon picike földek, és ezt itt külön nem csinálták meg, mint itt fent, hogy 29-33-ig, tehát ezt itt egyben meg lehet venni a 14-25-40-et, és ugye van is ott búza, de szerintem mondjuk az már a 24-es inkább, az a 25, hát ez ilyen másodtanyának tűnik itt lent, vagy én nem is tudom. Na menjünk tovább. Igen, itt van jobbra a... Van posta. Ott van a La Poste. Temető. Hát erre semmi nincs tovább, úgyhogy megyünk jobbra. És akkor itt bent van egy eladó hely. Meg van fagyi is. Nézzük, vagy ez hotdogos akar lenni? Ez... Cool Traktor Ice Cream. És itt a izé. Van csokoládé, meg krém. Na, tehát akkor lehet fagyízni gyerekek, nem? Kassa? Hm? Kiraboljuk őket? Hm? Elvigyük a lóvét? Hát nem tudom, hogy itt mennyien vesznek fagylaltot, de... Sőt, van telefonfülke is, ami nem működik. Na, akkor hogyha egyenesen megyünk, akkor kell lennie... Itt egy eladó pontnak, itt jobbra bent. Mégpedig ez a fonóüzem, tehát ugye ide a gyapotot, gyapjút szerintem mindenféle dolgot ja, be lehet hordani. Hát itt is nagyon picike, sőt valaki itt a bicikliét is fölborította. Úgyhogy ide csak seggel be lehet tolatni, és akkor itt eladni a raklapos témát, vagy a... Hát nem is tudom, hogy ilyen nagy kocka bálát ugye gyapotból szedünk az ide, hogy fér be, mert túl picike a hely, nem baj. Bal oldalon pedig itt van az állatkereskedő, ugye itt van mindenféle, na itt egy barkasz vagy mi ez. Tehát itt vannak tehenek, itt lehet vásárolni, vagy itt is lehet vásárolni, nem tudom, hogy gondolom ide állatólak, birka legelő, marha legelő, indítás, mi az, hogy indítás? Mit indít? Ja, aha. Tehát ha ide jövünk, akkor ki lehet választani, hogy hova szeretnénk megvásárolni a állatokat, és akkor gondolom oda rakja ki, egyből kiszállítja, vagy valami ilyesmi. Itt balra van a bolt, meg a... Itt lehet ugye konfigurálni, meg javítani, eladni. Hát ugye, amit mondtam, hogy annyira picike itt a terület, hogy nem tudom, hogy egyáltalán elfér ide egy nagyobb kombájn. Itt hátul van nagyobb rész. Nézzük meg, hogy mit engedélyez és mit nem, mert nem is tudom, azt hiszem a Allstream Farm mapnál volt olyan, hogy például nem fért el a kombájn a boltnál, vagy valami hasonló volt. Mindegy, csak bérlünk egyet, egy, mit tudom én, egy ilyen ideált. Átvegyük az üzletnél, meg hozzá egy arató szerkezetet, egy, mit tudom én, tök mindegy pirosat. Aha, tehát ide akkor elfér, akkor úgy csinálták meg, hogy elfér. Bár nem tudom, hogy mennyire lehet itt vele kijönni, mert annyira picike ugye a... Na, ott megy megint a vonat. Annyira picike itt a kapu, meg az egész, nem is tudom, ezt be lehet zárni, vagy nem, ez csak dísz. Lehet, hogy reggel este csukódik? Ez csak dísz szerintem. Na, ugye jobbra itt vannak a kisföldek. 29-33-ig kis parcellák, ezek tényleg picikék. Balra pedig van itt ki. Tehát innen egyébként, innen a bal felső sarokból
Hogyha jó átnézünk, akkor egyből szinte ott van a túloldal a mapnak. Tehát tényleg annyira picike, hogy egy-két embernél több nem nagyon fér el rajta, meg gépek is nem igazán lehet itt. Tehát például ezt majdnem egybe leviszi egy nagy vágóasztal a kombájn, úgyhogy nem alkalmasak erre a mapra a nagy gépek. Na, itt ugye el lehet adni akkor. Itt két dolog is van, egy mészállomás, meg van ez a kooperatív agrikol. A mészállomás az szerintem ez egyébként, tehát itt lehet meszet venni, úgyhogy oda pedig meg be kell borítani a terményt. És akkor még itt fönt van egy darab eladóállomás, vagy átvevő pont. Na, például ez is itt, ez a híd, ez elég alacsony, tehát itt 4,2 méternél nagyobban nem is nagyon férünk át magasabb járművel. Tehát akkor itt balra lesz egy fatelep, ide lehet eladni a fűrészmalom, ugye ide lehet eladni a faprítékot, meg a rönkfát, és itt kell bemenni, hogy elnézem a kettes számú marhatelepre, úgyhogy, és ez megnyitott, tehát teljesen, aha, tehát ez csak egy ennyi. Tehát ez egy ilyen nyitott marhatelep, végül is ide kell nekik hozni vizet. Szerintem a kaját azt ide kell, mert itt is ez ugye föl van, tehát a sárga-fekete föl van ide festve a fűre, úgyhogy ide kell beborítani nekik a kaját, és hát én szerintem ezek itt nem is nagyon termelnek úgy hígtrágyát, meg kb. Semmit. Tehát például tejet, vagy ide ki lehet őket zavarni, és akkor itt legelésznek, vagy mi van ezzel, nem tudom. Ez eléggé ilyen furcsa, hogy csak így ennyi. Ki van ide rakva egy ilyen legelő, nekik aztán viszlát. Érdekes minden esetre. Na, bal oldalon még láthatunk egy BG-t, ugye? Tehát ide akkor, hogyha el akarjuk adni a szilást, gyorsan bevágunk. Innen mondjuk pont nem lehet behajtani, de no probléma, megoldjuk. Tehát itt ugye ez gödör, jelzés a szecskát, töltési szintet, és akkor hát ugye, hogyha a tanyán kicsike a két gödrünk, akkor itt lehet ezt használni, itt el is lehet adni a szilást, ahogy nézem, sőt itt van ugye a fermentáltat itt lehet kiszedni, mert ugye a földre oda van festve a sárga-fekete, úgyhogy azt itt adja ki. És természetesen pont a forgalommal ellentétesen közlekedünk, ahogy kell. Na, ide bedobtak egy jó kis körforgalmat. Viszont a harmadik, még ezt akarom megnézni, mert arha legelőt. Hát, ha minden igaz, akkor itt tovább kell mennünk, és ez a körforgalom egyébként rohadt jól néz ki, jól megcsinálták. Hát ezen az úton kell haladnunk. Itt nem tudunk úgy átmenni, hogy rendesen. Ugye itt már egyből balra itt van a tanya, tehát körbe is értünk a mapon. Nem igazán volt túl nagy terület, amit be kellett járnunk. És itt ezen a kis úton lehet eljutni a marha legelőre, ha jól láttam. Kis erdős részen itt visz az utunk, igen, itt van jó nagy oszlop is, ilyen acél, villanyoszlop, távvezeték. És akkor ez is egy ugyanolyan szabadtartású tehenészet, mint a másik, tehát itt is csak ide ki lehet őket hozni. Vagyis ezt is, ha megveszik, akkor aha, tehát akkor lehet ide külön venni. Tehát ha megveszik a területet, akkor itt is lehet az ajtóban, a kapuban venni teheneket, és hát ide jön nekik a víz, ide pedig a kaja, gondolom én. De hát tényleg itt nem tudom, hogy most a tejet azt hova adja ki, hova megy a hígtrágya, az iszap,
hova megy a simatrágya, tehát ezek mondjuk ilyen régi kérdésesek, vagy csak a központi tanyára berakja, aztán kész, annyi, nem tudom. Még a sertéseket így jobban el tudtam volna képzelni, mert ugye hát azokat csak tényleg ott kell tartani. Van, hogy nekik is van iszap is, meg trágya is, tehát azok is úgymond termelnek. Vagy akkor a birkákat. Na mindegy. Na, szóval egészen picike a map. Kis gépek valók ide. Szerintem max 2, nagyon-nagyon maximum a 4 játékos, de az már szerintem lehet, hogy sok rajta. És hát van állattartásra lehetőség bőven. Csirkéket még nem láttam, az lehet, hogy nincs lerakva. Tehát, hogyha valaki például teheneket akar tartani, 3 helyen is tud tartani teheneket, lehet tartani disznókat is, azoknak is van, meg birkákat is, úgyhogy kis aranyos map, csak külön sok kis gép kell hozzá szerintem, amit össze kell válogatni, mert tényleg itt nem igazán lehet elférni nagy gépekkel, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon picike map. Talán megmerem kockáztatni, hogy eddig a legkisebb, amivel találkoztam, mert szerintem még a All Stream Farm is valamivel nagyobb volt. Úgyhogy ezt tényleg csak azoknak ajánlom, akik egyedül akarnak inkább próbálkozni a dolgokkal, és nem komolyabb multiplayert, meg hát kis gépeket. Úgyhogy nagyon kicsi földek vannak, de ebből a szempontból jó, mert nem is kerülnek sokba, úgyhogy szépen el lehet rajta mókolgatni, foglalkozni a gazdasággal. Na igen, a súly az meg ott maradt. Úgyhogy, hát igazság szerint egy hibát találtam ott egyelőre, ugye a sertéseknél ott a kapunál bennmaradt egy textúra, vagy egy ilyen modell, abba beleakadtunk. Azon kívül egyelőre túl sok hiba nem igazán mutatkozott meg, tudtunk volna venni állatokat, megy normálisan a közlekedés, eladó pontok is vannak a boltnál, is át tudjuk venni a gépeket, úgyhogy nincsen vele semmi probléma. Szerintem egy aranyos kis map, tehát nem egy ilyen nagy nyitott map, ugye, hanem tényleg ott ül a varjú a kerítésen. Tehát tényleg egy ilyen jól beépített, szűk utcás, francia kis termőföldekkel megtűzdelt, kis dimbes, dombos, erdős map. Nekem egyébként tetszik, tehát az képest, hogy milyen picike, elég hangulatos, úgyhogy szerintem jó munkát végeztek. Lehet egyébként, hogy a későbbiekben, mert itt azért föl van festve úthálózat, meg patak, lehet, hogy ez is hasonló lesz, mint az Alsószeg Agri Farm, hogy lehet, hogy a későbbiekben folytatni fogják, tehát kibővítik még valamelyik irányba, mondjuk az nem lenne rossz egyébként, mert azért kicsit lehetne még nagyobbítani ezen a mapon. Tehát nem baj, hogyha kicsik a földek, meg ilyen elrendezésű, de kicsit lehetne nagyobb terület, mert tényleg hát a egyik sarkán megállunk, átlátunk a másikra. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy még tovább fogják fejleszteni, még bővíteni fogják. Úgyhogy hát nagyjából ennyi lett volna akkor ennek a mapnak a bemutatója. Ez a Champagne of France, alulra a leírásba le fogom rakni ugye a letöltési linket szokás szerint, és hát várom a véleményeteket róla, hogy nektek hogy jön be ez a map, tetszik-e, játszottatok-e rajta, próbáltátok-e, esetleg konzolon vagy PC-n, úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményetekre, nekem bejön, lehet, hogy még fogok is rajta játszani, nem biztos, hogy lesz rajta timelapse sorozat, de lehet, hogy kipróbáljuk majd, úgyhogy ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és akkor legközelebb találkozunk. Addig is, szevasztok!